Ismét fotókiállítás nyílt az Öcsi cukrászdában. Ezúttal kis Győzőné Erzsébet nyugdíjas óvodapedagógus hobbi fotói kerültek ki a cukrászda falára, kiegészítve rövid videókkal, melyek a Kálvária városrész, valamint a Bagyas környékének és állatvilágának életéből mutat be egy-egy jelenetet. Amikor pirkad, a napnak még csak a rózsaszín vagy narancssárga arca látszik. Ahogyan előbukkan a nap koronája a hegy mögül, megváltozik az addig csendes, nyugodt táj hangulata. Elkezd ébredezni a természet, miután a nap sugarai végig simítják a rét fűszálait. Előbújnak rejtek helyeikről az ott élő kis állatok. A távolból a kakuk hangja hallatszik. Ezekkel a szavakkal vezette fel kiállítását kis Győzőné Erzsébet, nyugdíjas óvodapedagógus. Nem csak az erkélyről fotózom, hanem közel is megyek, meg sokszor elmegyünk sétálni a párommal, meg a húgommal, meg hogyha nincs senki, akkor egyedül is, mert mikor nyílik például az árvalányhaj, akkor egyedül mentem fel a kis zsombra, ami nincs közel, és egyedül néztem ott végig, végig jártam az egész területet, mert nem lehetett kihagyni, mert annyira gyönyörű volt. Hobbi fotósként hosszú évek óta figyeli és fotózza a lakóhelye környezetének élővilágát. A természeti jelenségek mellett főként az állatokat örökíti meg. Őzek, nyulak, fácánok szép számmal jelennek meg objektívje előtt. Erzsébet nagy örömmel számolt be a természettel való találkozásáról, az állatok boldogító jelenlétéről. A pillanatban mindig ott rejlik a szépség és a csoda, vallja a hobbi fotós.